A több keleti küzdősportban és harcművészetben jártas háromdanos mester, Várszegi Rudolf, a Magyar Aikido Szövetség elnöke, elfogadta az új ceglédi aikido csoport felkérését és elvállalta oktatásukat. A 20-25 főnyi csapat hetente kétszer találkozik a tatamin. Várszegi Rudolffal egyik edzésük alkalmával a Kereskedelmi Szakközépiskola tornatermében beszélgethettünk az aikidóról. Aikido. Ki? A világ mindenségből eredő elsődleges energia. Do. Az út a harmóniához. Aiki. Az élet forrása és fenntartója. Kami. Ka, tűz. Azaz szellem. Mi, víz. Azaz anyag. E két elem egymásra hatásából jött létre az anyagi világ. Take. Harci kedv. Muszu. A valamivé válás ereje. Az alapító Osensei Ueshiba Morihei szerint a világ mindenség érzékelése a takemuszu aiki. Hát a tanítványom a bemutató részvevői, Olá Gábor, első danos, Stefán András első danos, Ridesz János első kius, húha nézem, ennyi nevet megjegyezni, a Tóth Barbara, Tóth Ildikó, Rácz Barbara, Ferenc László, nehogy kiadjak valami, és Édes Attila, ők lesznek. Hát a célunk az, hogy megkívásnak tettünk eleget, hogy itt is beindul az Aikido tanfolyam, és az a célunk, hogy lássak a tanulók, hogy mi a távoli cél körülbelül, mit jelent bizonyos idő után, milyen fejlődés lent a képzés is folyik. Hát az Aikidóban található mozgás kultúranyagot, találunk benne a japán történethez megfelelő térdelő pozícióba támadásokat, védekezéseket utána álló helyzetben, utána fegyverek fegyver ellen, pusztakézzel fegyver ellen, kard ellen, szóval elég sokat fogunk látni, ami áttekintést tekint majd az Aikidónak a mozgáskultúrájára. Hey!
furcsa mozdulatokat tettek, mintha mosakodnának. A japán bemelítés eltér, vagy a keletőd így mondjam, eltér az európaitól. Egy merev testet elkezdünk szaladni, futni. Még, mert majd csak húzadunk címmel. Na most az aikido légzéssel kezd. Tehát légzéssel kezdjük, bemelítjük a légzőszerveket, utána történik a masszázs. Természetesen, ami a fejen történik, a látás, a szemből, az érzékelők nagyon fontosak. Utána az agyat, ugye, hogy a vérkeringést felfrissítjük, utána az idegpontokat masszírozunk. Amikor a gurulások történtek, akkor az szintén egy masszázs. Ez azt jelenti, hogy itt találkozunk először a légzésnek és a testnek az összhangát, a mozgás, az alsó test, felső test, a légzésnek az összhangát megteremteni. Ha elkezdünk gurulni, lélegzünk, ha felkelünk, akkor megfeszül a hasizom, kilégzünk. És az adja a stabilitást. A végén arra gondolunk, hogy abszolút elszakadunk az edzéstől. És arra gondolunk, hogy ha hazamegyünk, ez az energia, amit feltöltöttünk, meg kikapcsoltunk, mert nincs időnk másra figyelni. Ha hazamegyünk, hogyan tudunk adni szeretetet, vagy bármit, hogyan tudunk előre jutni a munkába, tanulásba. Minél nagyobb emlőszer támad, akkor utána már még nagyobb a rendület. Támogásra gondol. Mindig meghallás van, felenzik a szemébe, keresem a tekintet, aki ránéz, oda, amelyek vele dolgozok. Jön a következő gyakorlat. Megint ránéznek, megint meghajlok, megint le dolgozok. Nem, van vagy valami lételefünk, van vagy valami lételefünk, van vagy valamit gondolunk, hogy néz ki, megítéljük a külsejére, vagy a viselkedésére. Na most hát meddig forgolódunk? Addig forgolom, hogy saját magunkat kerülünk szembe, ugye? Aztán, amikor már nincs más lehetőségem, akkor kénytelenek oda menni, mert az edzés ezt kívánja, hogy ezt nem teheted meg. Meghajlunk és dolgozunk együtt. És akkor megismerem, hát miért gondoltam én ezt róla? Alapállásból próbálunk így közeledni az emberekhez, ezt próbáljuk megtenni. Na most sokan azt vettük észre, hogy a segítőkészséget, az őszintesen ez egy nyíltságot jelent tulajdonképpen, visszatekel, és azt mondjuk, ezek hülyék, és használjuk ki. Na most csak egy darab így lehet. Mindig az veszít, aki ki akar használni. Most ez persze harc. Mind a kettő léző gyakorlat, az a neve, hogy kokjuhó gyakorlatok. Az egyik az, hogy egy kezet támad egy kézzel, utána mindkét kézzel támadja a két kezet. A mozgás ugyanaz. Itt a maga a légzés dolgozik, a kilégzés és a belégzés és a kilégzés. A sorra nem mindegy. És az egész testen kell. Avval történik, hogy a központokat elfordítjuk. Ennyi az egész. Hát azért tudják a lányok is hiába 55 kiló, gyakorolni, gyakorlatilag, vagy kapcsolódni hozzá, vagy el tudják indítani az erőt. Az egész testükkel fognak egy kar ellen, és nem kéz a kézelem, ugye, mert akkor ez egy kicsit nehéz. Most ezt meg kell tanulni, az egész testemet használom. Úgy, mint az egész énemet használom, nem csak egy részét. Vagy csak, ha kinyitok, akkor kinyitok, és nem csak ugye mutatok valamit magamból, egy állarcot veszek föl, és akkor közül másról. Szóval ez mind itt visszajön. És itt megtanuljuk. És ha nem úgy mozgunk, ahogy gondolkodunk, akkor nincs meg a siker. Az aikido, az a Rosensei, tehát aki maga alapította ezt a mozgást, nem egy független gondolat. Volt úgynevezett az aikijitsu, a szamurájoknak az önvédelme, a daitoryu jiu-jitsu, ami megelőzte a gyakorlatokat. A kész használat az a karnak a mozgása magában, csak maga a gondolattal, amit hozzáfizem, hogy meg kell valósítani, attól lesz az egész aikido. Tehát minden olyan gyakorlatsor ki lett véve a aikijitsuból, a daitori jiu-jitsuból, ami az erő ellen érkőzik, mert nincs értelme, és mindig az erősebb győz, és mire megtudjuk, hogy ki az erősebb, akkor elvesztünk. Az Ó-szenszert, amikor ezt létrehozta ezt a búdót, az új búdót, hát Japánban nagyon nehéz el lehet képzelni, hogy bevezetni abba a tradícióba, azokba a körökbe, ahol igazán kemény harcművészet van, egy új búdót bevezetni, egy új harcművészet. Úgyhogy neki meg kellett mérkőznie. Úgyhogy az ő gyermekei, meg az unoka nem nagyon mondják azt, hogy az volt az igazi aikido, mert ő neki mérkőzni kellett. És
az Aikido ugye nem mérkőzik. Az el kell térni az Aikido egy olyan terjeszkedés, egy olyan helyet a világban, ahol most már nem mérkőzik, meglepődik. Nem azért van, de neki szó szerint be kell bizonyítani, hogy az Aikido az alkalmazható. És lehetséges két egyenlő ellenfél? Lehetséges, minden lehetséges. Olyankor mi történt? Ha van a pillanat, amikor az egyik gyengébb abban a pillanatban, a másik megérző, két Aikidós találkozik valójában, de azért nem lehet ez jó, mert egy Aikidós nem fog megtámadni senkit. A negatív gondolat valósul meg egy negatív mozgásban. És a csúcsa az, mikor már megérzi az ember azt a negatív szándékot. Na most a fegyverről van szó, vagy nem tudjuk elkerülni a harcot, ennek sok, ez már taktika. Hey.